fasz az egész? Hát az van, hogy lejöttünk ide a nagymarosi művésztelepre. Leszavoltunk Bánházi Gabikához, és hát éppen veszük fel az új grizzlemezt. Szóval nem csinálunk semmit, nem pótereket, nincsen semmi tak, igazából nem külön veszük fel a történetet, hanem így full egyben, tehát így a hangszeres rész az egy teremben történik, mármint a felvétel, majd arra kerül rá az ének meg a játék. Ilyen élő szaga legyen az egésznek, sokkal dinamikusabb, nem ennyire feszes, nem annyira póráz jellegű az egész. Nekünk mindig is póráz volt a tag. Picit ezzel volt az előző kis lemezben, hogy ott ugye külön sávonként lett minden rögzítve, és kevesebb fantázia került bele, mint egy ilyen légkörbe, egy ilyen millióbe. Beszélgetésre esetleg szalagra rögzítjük a cuccot, de az egy kicsit az a dolgokat lehet volna, az majd a következő lemeznél majd valamit trükközünk, de olyan organikus, olyan együtt lélegző az egész, hogy így borsodzik a hátam tőle, és egy természetes kosszálás. Igen. Így megvan az együtt lélegzés, együtt fingás, együtt befögés odabent, együtt izzadás. Kurva nagy király, szeret meg pszichológus is a csávó, hatalmas zen, nyugalom, békesség, türelem. Eléggé Gabikának a reklám helye. Hát ja. Maximálisan. Oké, akkor 13 játsszuk fel, akkor nézzük meg, hogy milyen, és akkor hallgassuk meg kint, hogy mi a Bibi, és akkor nekifutunk faszán. Jó, nézzük a 13. Flouting and freezing nothing. This is so. Közötted a tá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá. Érted? Bátrabban már azt a kibaszott izét, akkor bontást. A vért. Már énekelnék, ami azt illeti. Jézsőrá! Bazd meg! Én ugyanazt játszom, srácok, egy az egyre, körbe-körbe. Nincs tisztázva, hogy mit játszottak ott. Még egyszer, megnézhetjük még egyszer, bocsánat. Középső részt esetleg lehet nézni, hogy pihen is. Hát egy... Menjen! Úgy csinálod, bazd!
kérem, oké, hogy lassulunk egy kicsit, meg minden, de maradjunk már tempó, persze nyilván itt vannak azért kisebb bakik, meg súrlódások a trackekben. Meg azért iszonyat nagy segítség részéről, hogy ő nem csak így a technikai részét kezeli a stúdiónak, hanem vannak azért elég jó ötletei a zenében is. Tényleg, amikor van egy kis elakadás, vagy nem odaillő dolog, ami szerintem nem teszi kerek ki a történetet, akkor egy kicsikét beleszól, vagy javaslatokat tesz, és teljesen pozitív irányba tudja megváltoztatni a zenéket. Lesznek két gigás pendrive-ok, ami 50 darabot fogunk megjelentetni belőle, kézzel számozva, szépen gravírozva, szép gyönyörű kis fémdobozba. Hogyha valaki szereti a zenekart és szeretne valami igazán értékeset tőle, akkor ezt érdemes lesz megvenni. Szóval, hogyha valakinek nagyon nagy szüksége van rá, akkor... Élőben megtalál minket, és természetesen szórni fogjuk az árutot is. Igen. Terítjük. Pontosan így lesz, mint az állat, illegális. De igen, egy kicsit érezni, mert be vagyunk lassulva, meg fáradva, mert azért egy pár legalább basszó perezett a kibaszott ízételembe, meg már lószart nem hallom. Kibaszott hosszabb, ahol vagyunk valami asztalát. Mint igazából, hogy szerintem mindenki. Tehát, hogy fogok a császok.